Az ízbontó pár percen belül kezdődik, majd a Merlo's Place-szel folytatjuk a TV2 műsorát. Szeretnék mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet kívánni, és remélem, hogy így az új év első észbontó adásában velünk tartanak, hiszen már 2008-at írunk, ezért aztán nagyon remélem, hogy a mai napon nagyon-nagyon sok nyereményt fogunk kiosztani. Van egy jó hírem önöknek, ma egy különlegesen új játékkal kezdünk, ami remélem, hogy mindenkinek tetteni fog. Gondoltuk, mi is újítunk így 2008-ra, egy picit odébb is megyek, hogy látszódjon minden, így most már jó lesz. Nézzük meg, három szó is van a képernyőn. Annyit elárulok, hogy mind a három városnevet takar, és mind a három itt Magyarországon belüli városnevet takar. A következő a mai szabályunk. Annyit szeretnék, hogy bárki, aki bekerül ide élő adásba, háromból mondjon nekem egyet, és garantáltan 50 ezer forinttal gazdagabb lett. Ne felejtsék el, hogy még mindig a 0691 334 333-as telefonszámon játszhatnak velünk. Így 2008-ban valami nem változik nálunk, a játék típusa lehet, hogy egy picit, de az, hogy nagyon sokat nyerhetnek tőlünk, az biztos, hogy nem fog. Ne felejtsék el, hogy lehet még ezen kívül is feladványunk, tehát még majd játszhatunk mást is, de először fejtsük ezt meg, és hát, hogy látják a képernyőn is, bujék önöknek, hiszen reméljük, hogy az első adásban megtisztelnek minket a figyelmükkel, és nagyon-nagyon sokan fognak velünk játszani. Tehát garantált 50 ezer forinttal várom önöket majd a reklám után. A háromból egyet kessék nekem megmondani, és aztán majd haladunk szépen lassan tovább. Hát így a nagy evészetből, ivászatból, így karácsony és szilveszter után szerintem egy picit kezdjünk el játszani, és nyernek tőlünk nagyon sok pénzt, így 2008 első adásában. Tartsanak velünk, viszontlátásra! Ó, már megint kifogyott! Ah, újra hozzá kell érnem, hogy után töltsem! Undorító! És egyáltalán nem higiénikus! Utálom után tölteni! De itt a Harpic Max, amit nem kell után tölteni, egyszerűen cserélhető anélkül, hogy a WC kagylóba kellene nyúlnia. Ráadásul háromszor hosszabb, így nagyobb felületen tisztít, így WC-je tiszta és friss illatú marad. Harpic Max. Ragyogó WC. Minden nap. Benézek a 3 hónapos kisfiam ágyába, és látom, így érzi magát. Teste forró a láztól. Ezért Nurofen szuszpenziót adok neki, ami gyorsan és hatékonyan segít levinni a lázát. Így aztán a kisfiam végre jól érzi magát. Nurofen szuszpenzió. Speciálisan kisbabák és gyermekek számára kifejlesztve. Már 3 hónapos kortól. A Nurofen láz és fájdalomcsillapító hatékonysága már kupformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Minden hétköznap délután. Kaptál már jelet, ami azt súgta, hogy bár nem vagy biztos, úgy van jó. Az országúti ragadozó. Lecsap a bűnelkövetőkre. Itt a nagy pillanat. Annyira izgatott vagyok, hogy lássam szállódó vipera. Hétköznap délutánonként a TV2. Kezdenek velünk vissza az elmúlt év legfényesebb pillanataira. És maradjanak csillaglesen velünk 2008-ban is. Finderítünk titkaikra. Mellettük vagyunk a nehéz percekben. Csak úgy, mint a legszebbekben. Január 2-án az év első favoritja. Sok meglepetéssel, utánunk a sztárözön. Munk biznisz csinál a tehetségéből. Maga Adrian Munk, egy vagyont fizetnének a szolgáltatásaiért. Saját céget kéne alapítania, legyen magánnyomozó. Maga mindig meg tud lepni. Hogy megy az üzlet? A zsaruk és az újságírók is azt mondták, hogy ön az emberem. Nos, ember vagyok. Kicsit magának való, de az ügyfelekkel mindig közös nevezőre tér. Van egy kis gond. Ez a kis gond. Munk a flúgos nyomozó. Péntek este a TV2. Tudta, hogy a templomi harangokat a régi időkben félreverték a veszély közeledet? Természetesen. Lehet, hogy szükség lesz rá. A valószínűsége, hogy Berlin felett tornádó alakuljon ki. Igen, Jackie. Ezen a nyáron új szelek fújtak Európa felett. Szombat este a TV2-n. Mondd, meddig akarsz még tollászkodni?
terhes vagyok. Ez biztos. Van, akit senki sem akar. El is vehetnél. Hiszen ki nem állhatlak. Jézusom. És van, aki többen is. Erre nem emlékszem. Úgy néz ki, meg akart kérni valakit. A lány kéréskor kellett volna átadnom. Ez annyira gyönyörű. Mit csinálsz itt? Eladok pár öreg smukkot. Visszavesszük a gyűrűt, de a vésés eltávolításáért le kell vonnunk egy összeget. Született feleségek, kedves te a TV2. Én nyitok. Én megemelek. Napvégén vár ágy és éj, sleep and play, sleep and play. Álmodj nyugodt, mese szép, sleep and play. A sleep and play a kamilla érintésével teszi nyugodtá az éjszakát. Az új nap is a játéké, Sleep and Play, Sleep and Play. Új Sleep and Play Jumbo csomag elérhető 2999 forintos áron. Amikor a torokfájás miatt háttérbe szorul, segít a Strepsils. Nem csak gyorsan enyhíti a fájdalmat, hogy ön ismét önmaga lehessen, de hatóanyagai akkor is hatnak a torokban, miután a tabletta elolvadt. Strepsils. Első segély, ha torkának ad a fájdalom. Nem csak a torka fáj, de az orra is be van dugulva. A mentol és az eukaliptusz segít szabaddá tenni a légutakat. Strepsils mentol és eukaliptusz. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Szeress, ahogy neked is jó! Casting minden a mozikban. Megérkezett az új és egyetlen kvantum a Calgonittól. A Calgonit legjobb mosószere, legjobb powerballja és legjobb géje egy kapszulában. Quantum. A vízben oldódó burkolatnak köszönhetően nem kell kicsomagolni. A Quantum tisztítószere feloldja, a powerball pedig eltünteti a szennyeződéseket. Végül a gél soha nem látott Calgonit csillogást biztosít. Quantum. Szemmel látható tisztítóerő és még több ragyogás. Calgonit. A vezető mosogatógépgyártók ajánlásával. Az aktív élethez sok vitaminra van szükség. Ebben segít a Supradin. Feltölti szervezetét vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, hogy legyen energiája mindenre, amit szeret. Töltődjön fel Supradinnal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Akkor boldog új évet mindenkinek, és nagyon remélem, hogy ma velünk tartanak és játszanak is velünk az észbontóban, hiszen 2008 első észbontója van, itt egy picit megint odébb megyek, így tökéletes látszódik minden. Most a mellettem látható feladvány nem a szokványos, mert nem csak egy szó van a képernyőn, hanem három. Azt is el kell, hogy mondjam róluk, hogy garantáltan 50 ezer forintot érnek, és ennél még fontosabb, hogy ha valaki bekerül, akkor csak egyet mondhat meg nekem. Tehát nem szabad gyorsan felsorolni mind a hármat, csak egyet szeretnék hallani. Önök a 0691-334-333-as telefonszámon játszhatnak velünk, és ne felejtsék el, hogy még mindig ugyanúgy működik a rendszerünk, hiszen van egy óránk, ami segíthet abban, hogy mikor kerüljenek be adásba, hiszen a vonalunk véletlenszerűen nyílik a számítógép véletlenszerűen nyitja meg a vonalat. Ezt a pillanatot pedig el kell kapni. Ebbe szoktam önöknek segíteni visszaszámlálással, órával, most először is órával fogok segíteni. Három várost keresünk, Magyarországon belül található mind a három, és nagyon remélem, hogy mindenki járt már ezeken a helyeken. Több segítséget, mint a betűket azért nem nagyon gondolom, hogy tudok majd adni, de ha betűkre néznek, például a felső szónál azért három, négy betű is ott van a képernyőn, az még egy picit hosszabb. Itt a középsőnél csak az első és az utolsó betűt látjuk, de ez sem olyan nehéz. És itt a legalsónál pedig mellettem, itt pedig hát nagyon-nagyon sok betűt látunk a képernyőn, már a vége meg is van, hogy vár. Na de milyen vár? Na, hogyha ezeken egy picit gondolkodnak, és egy picit így az új év után és a karácsony után elkezdenek játszani velünk, akkor én garantálom, hogy 50 ezer forintot kapnak tőlünk. Önök játszhatnak velünk a 0691-334-333-as telefonszámon. És nem elég telefonálni, hanem be is kell kerülni, és így csörögni adásban. Halló, halló! Halló, jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Boldog új évet kívánok először is! Boldog új évet önnek is! Köszönöm szépen! Mondjon nekem egyet a három közül! Kalocsa!
Kalocsa? Na nézzük meg! Ha minden igaz, a fölsőre gondol. Igen. Hát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt a tipp, és gratulálok önnek, az első játékosunk volt ma, és 50 ezer forintot nyert. Megérkeztem. Kérem, hogy maradjon vonalban, és akkor felvesszük az adatokat. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Ma az a különlegesség is ugye adódik, hogy nem csak az, hogy három szó van a képernyőn mellettem, hanem ezen kívül még lesz más játékunk is. Szóval az is, hogy ma nagyon-nagyon gyorsan fog nyílni a vonal, nagyon sűrű lesz a vonalnyitás, ami azt jelenti, hogy folyamatosan be lehet ide hozzánk kerülni. Garantált 50 ezer forint van a képernyőn, és egy újabb óra el fog indulni, amely 20 másodpercen áll egyelőre. De ha elindítjuk, akkor le fog járni. Ne felejtsék el, hogy az órával mindig abban segítünk, el is indult, hogy mikor érdemes telefonálni, hiszen a számítógépünk furfangos és véletlenszerűen nyitja a vonalat. Viszont ha az óra lejár, akkor általában esély van arra, hogy valaki ide bekerülhessen és élőadásban játszhasson velünk. Én biztos vagyok benne, hogy általában a kedves nézők az adás vége felé szoktak hazaérni a munkából, az iskolából, és akkor szoktak bekapcsolódni a játékba. És ugye ők mindig arra számítanak, hogy akkor a legmagasabb a nyeremény, addig a felstrófoljuk olyan magasra, hogy lehessen tőlünk nyerni. Hát én azt mondom, hogy a mai napon, hiszen három szó is van mellettem a képernyőn, mindegyik 50 ezer forintot ér. Nem hiszem, hogy ez fog növekedni ez az összeg, ez egy fix összeg, de azért egy darab város névért szerintem ez is nagyon-nagyon szép összeg. Kalocsa ugye már elhangzott, na de mi a másik kettő? Hát azt még nem tudjuk, de várom a tippeket. Önök 300 forinttal a hívás díjával játszanak, és ne felejtsék el, hogy mi ennek a sokszorosát, jelenleg 50 ezer forintot adunk vissza. Nagyon gyors volt az első megfejtőnk, nagyon-nagyon gyorsan szeretett volna pénzt nyerni tőlünk így 2008-ban. Hát ez megtörtént, ugye itt van Kalocsa. Szeretném viszont a másik kettőt hallani, hogy mi az a másik kettő, azonban az csak aztán derül, hogy bemutatom mai két különleges játékosomat, hiszen itt a stúdióban van velem. Igazából két különleges hölgy áll mellettem, fordulok először Adrienhez. Kérlek, hogy mutatkozz be, Adrien. Vargai Adrien vagyok, egy különleges alapítványtól jöttünk. Ez az alapítvány beteg gyerekeket látogat kórházban, különböző művészeti programokkal, kézműves foglalkozással, bábozással, bűvészkedéssel, zenével. És hát én az egyik ilyen bábos zenés műsornak tagja vagyok. Beszélgetünk még, megígérem, még több érdekességet is meg fognak tudni. Fordulok viszont Eszterhez, másik játékosunkhoz, kérlek, hogy te is mondj pár szót. Szia, engem Koltai Eszternek hívnak, és én egy bűvész műsorral látogatom a gyerekeket szintén ennél az alapítványnál, valamint lufi hajtogatással. És még érdemes elmondani az alapítványról, hogy ezen kívül a másik fő profilja, hogy adományokat gyűjt, és ezeken keresztül kórházakat segít, hogy orvosi műszerek beszerzéséhez könnyebben tudjanak hozzájutni orvosi műszerekhez. Természetesen a nyeremény is, amit majd ugye a hölgyek nyernek tőlünk az alapítvány részére fog menni, ezért különleges összegek lesznek ma a játékunkban, ez nagyon fontos, hogy elmondjam. Viszont még egy kérdésem van, hogy a kezetekben van két kis, meg tudjuk-e mutatni, nem tudom, közelebbről egy puli, ugye mondhatjuk, hogy egy kis puli, egy fehér meg egy fekete. Doktor puli. Róla mit kell tudnunk? Az alapítványunk kabala állata. Ha, hát nagyon aranyos, és ilyet szoktatok a gyerekeknek is adni. Igen, esetleg? Ezeket mi készítjük, és osztjuk a kórházakban a gyerekeknek. Nagyon-nagyon aranyos, nagyon jó pofa. Akit esetleg érdekel az alapítvány, és bármit meg szeretne tudni az alapítványról, vagy a két hölgy munkájáról, vagy ajándékozni, felajánlni valamilyen összeget, az ügyfélszolgálatunkon a számon tud érdeklődni és értesülni bármilyen információról. No, fogunk még beszélgetni, lányok, ha minden igaz, majd a játékok során, amíg nem izgultok majd a közben. Azonban addig szeretném, hogyha önök megfejtenék a másik két város nevet, amit várunk önöktől. Hiszen a mai napon különleges adásunk van, nem csak a hölgyek miatt, nem csak amiatt, hogy különleges célra gyűjtünk itt most a nyereménnyel, hanem 50 ezer forint garantáltan lehet valaki, aki a Kalocsán kívül megmondja nekünk, hogy mi az a másik két városnév. Ne felejtsék el, hogy amit önök nyernek a telefonálók, azok természetesen az önöké lesz az a nyeremény, csak a két hölgynek a nyereménye lesz majd az alapítvány, hiszen ők ezért jöttek el hozzánk játszani. Van két városnév mellettem, amit meg szeretném, hogy fejtsünk, hiszen garantáltan 50 ezer forintot érhet. Aki 2008-ban eldöntötte, megfogadta, hogy mindig megfogadunk valamit szilveszterkor, hogy mit fogok majd az új évbe tenni. Aki azt fogadta meg esetleg, hogy ő játszani fog az észbontóval, neki javaslom, hogy hívjon föl minket a 0691-334-333-as telefonszámon, mert szeretném, hogyha nyerne tőlünk. Aki mondjuk már most az elejétől kezdve néz minket, tehát nem csak a végén már fölkelt, kipihente magát, esetleg a munkából már hazaért, vagy iskola még nincsen, úgyhogy ők szerencsésebbek, azok igazán szerencsések, hiszen garantált 50 ezer forintot nyerhetnének egyetlen egy városnévben. Villogóránk van, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon közel van a vonalnyitás, tehát nagyon nagy esély van arra, hogy valaki gazdagabb legyen 50 ezer forinttal. Az 50 ezer forint az nagyon-nagyon sok pénz.
szerintem így 2008 első napjában január 2-át írunk, ha minden igaz. Tegnap még mindenki egy kicsit kiheverte a szilveszteri meg a karácsonyi fáradalmakat, ma viszont már gőzerővel kell, hogy játszunk, és sajnos sokaknak pedig munkába is kellett menni. No, de dobjuk fel ezt az évet, így az év kezdetét egy kicsit, hiszen azt mondtam 2007 utolsó adásában, ha jól emlékszem önöknek, hogy ahogy zárjuk az új évet, úgy kezdjük az új évet. No, hát ha valaki nyert tőlünk előző évben, akkor most garantálom, hogy biztosan ugyanilyen jól tudja majd elkezdeni velünk ezt az új évet, aki viszont nem, az pedig most vágjon bele és nyerjen tőlünk pénzt. Én biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy itt fel van osztva a műsorunk játékokra, játékosokkal, két különböző fordulóra és a döntőre. Azonban én azt szeretném, hogy mielőtt elkezdjük itt a stúdiójátékot, azelőtt halljam meg mondjuk az egyik szót a kettőből. Sőt, én biztos vagyok benne, hogy valaki itt lesz velünk élő adásban, csak ne maradjon ön le róla. Ne legyen megint az, hogy ön szeretne velünk játszani, ön próbálkozott, de valahogy nem jött össze a dolog, és hát így feladta. Nagyon fontos, ebben a műsorban mindig megbeszéljük, hogy nem érdemes feladni, hanem így be kell kerülni adásba. Halló, halló! Tokaj. Üdvözlöm, kivel játszom? Sendrissel. Üdvözlöm, Tokaj. Na hát, a megoldás tökéletes, úgyhogy 50 ezer forinttal gazdagabb lett. Köszönöm. Nagyon-nagyon szívesen, kérem, hogy maradjon vonalban, és akkor egyeztetnek a kollégák, hogy hogyan kaphatja meg ezt az összeget. No, hát akkor Tokaj is megvan, Kalocsa, Tokaj, és itt pont egy néha egy kitakarom, hogy az utolsó betű, de itt, a másik oldalon, tehát itt van bizony egy R betű is, csak itt néha belecsúszok, jó? Tehát ez van megadva ebből a hosszú szóból. Ezt kell nekem megmondani. És nagyon fontos, hogy nehogy nekem elkapcsoljanak, mert jaj, hát már mindjárt vége, már csak egy feladvány van. Még ezen kívül tartogatunk sok-sok játékot önöknek, hiszen 2008-ban egy picit mi is újítottunk, mi is felpörgettük ezt a játékot, úgyhogy most elkezdjük a stúdió játékot, és megnézzük, hogy a fekete vagy a fehér pulik ugye lesz most szerencsésebb. Nos, hát akkor nincs más hátra, mint izgalom, és akkor kezdjük el a kakukktojás játékot. Ajaj, nagy a baj, ahogy látom. Gondoljunk arra, hogy melyik az, ami... Igen? Húzafű. Húzafű? Nem. Akkor... Adrián, az egyik nem létezik. Ja. Melyik? Rózsabúza. Nyomjuk meg a gombot. Igen, melyik? Rózsabúza. Adrián, nagyon jó a válasz. Jól van, akkor örülök neki. Nézzük meg a következőt. Nővér. Miért? Más témakörben dolgozik. Nagyon-nagyon jó. Na, hát akkor 20-10 az állás, egyelőre itt tartunk, és jön majd még egy anagrammal forduló, és csak utána dől majd el, hogy kijön velem a döntőbe, úgyhogy még a pulikat lehet szorongatni és izgulni, hogy kinek hoz nagyobb szerencsét. Önökre azonban vár még mindig egy feladvány, és nem is egy, hanem sok feladvány, csak most még egyetlen egy szó van, amit nem fejtettünk meg, amit mellettem van, pont így a karomnál található, hiszen a felső kettőn már túl vagyunk, Kalocsa és Toka is megvan, de mi az a városnév, amit keresünk, és nagyon-nagyon hosszú. Garantált 50 ezer forint. Akik esetleg csak most kapcsoltak be az élő adásba, azoknak elmondom, hogy villogó ránk valami azt jelenti, hogy gyorsan fel lehet emelni a telefont, bepötyögni a telefonszámunkat, és itt lehet velünk lenni élő adásban. A 0691 334 333 még mindig az önök telefonszáma, hiszen 300 forintos hívásdíjhoz képest mi 50 ezer forintot adunk vissza. Azt mondtam az előbb, hogy az előző a forduló előtt lesz biztosan egy megfejtőnk. Hát így is lett, ugye? Így történt, a Tokajt megfejtettük. Most viszont azt mondom, hogy szerintem az utolsót is meg fogjuk fejteni, sőt biztos vagyok benne, hogy lesz egy nyertesünk. Hát mondjuk ebben a blogban. Nincs is újabb óránk, szerintem nem is számolok vissza, hanem várjuk a telefonálót, hiszen ő nyerhetne tőlünk garantált 50 ezer forintot. Aki esetleg megrémül attól, hogy ja, hát akkor én ma már lemaradtam ezekről a játékokról, azt kell, hogy mondjam, hogy nem, mivel hogy ezt most megfejtjük, nagyon remélem ezt a városnevet, eltűnik ez a játék, és jön egy újabb játék önöknek, hiszen ma nagyon sok mindennel készültünk. A garantált 50 ezer forint. Már kettőt kiosztottunk, kétszer 50 ezer forintot, legyen a harmadik nyertes itt az észbontóban 2008 első adásában. Most ugye elkezdtük a 2008-as évet, hogy már említettem, biztos, hogy mindenki megfogadott valamit. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy ettünk lencsét mindannyian, hogy sok-sok pénz álljon a házhoz. Aki esetleg nem evett lencsét, neki azt javaslom, hogy gyorsan kezdjen el telefonálni, vagy egy kis lencsét beletenni a zsebébe, hát az nagyobb szerencsét hoz neki, és sok-sok pénz áll majd a házhoz. Segítek egy picit. Jó, hát ha akkor az úgy jobb lesz. 5-től mondjuk visszaszámolok, hogy a vonalnyitásban szerencsésebbek legyenek. 5. 4. És nullánál mi fog történni? Be kell, hogy pötyögjék a telefonszámot. 3. 2. 1. 0. Na most.
Most, ha valaki 50 ezer forintot szeretne nyerni, akkor az a jó hírem van számára, hogy itt a lehetőség, mert lehet tőlünk nyerni 50 ezer forintot. Így az év első észbontójában szerintem igazán kecsegtető ajánlat, de mint ahogy mondtam, nem szabad megrémülni attól, hogy akkor már befejeztük a játékot, mert hogy lesz még játékunk ezen a feladványon is kívül. Gondoltuk, hogy egy picit újítunk ezen a játékon, és most három szót fognak látni a képernyőn, három városnevet. Kettőt nagyon okosan és ügyesen megfejtettünk, azonban van még egy szó, amit nagyon szeretnék, hogyha valaki megfejtene. 0691 334 333. 300 forintos hívásdíjjal játszanak Önök velünk. No, de az 50 ezer forinthoz képest az azért eléggé jó cserének bizonyulhatna. Döntsék el, hogy mennyit áldoznak arra, hogy játszanak velünk itt az észbontóban. És ha ez megvan, akkor mérlegeljék azt, hogy a reményösszeg megfelel az Önök elvárásainak. Mindenkinek vannak álmai, vágyai, mit szeretne csinálni a pénzzel, szerintem most is lehetne ezen gondolkodni. Biztos vagyok benne, hogy a most elkövetkezendő másodpercekben itt lesz velünk egy nyertes, aki 50 ezer forinttal gazdagabb lesz, és így lehet boldog az ő új éve, hiszen így kezdte az új évet. 0691 334 333. Higgyék el, hogy ez a szám 2008-ban is ugyanúgy él, hiszen hallották már két játékosunkat, akik nyertek tőlünk nem is olyan kevés összeget. És van egy újabb telefonálónk. Halló, halló! Halló! Jó napot kívánok, kivel játszom? Barna Ferenc vagyok. Ferenc, üdvözlöm, kérek szépen egy tippet. Kaposvár. Kaposvár? Ferenc, én azt mondom, hogy nagyon ügyes volt a tipp, és ön ebbe a fordulóban az utolsó megfejtőnk, de így is 50 ezer forinttal lett gazdagabb. Boldog új évet szeretnék kívánni ez az összeghez önnek, és kérem, hogy maradjon adásban, hogy a kollégákkal egyeztethessenek, hogy hogyan kapja meg ezt a összeget. Jó? Köszönöm, viszont hallásra. Lejátsszuk az anagramma játékot, és annál pedig megnézzük azt, hogy milyen új feladvány vár önökre. Úgyhogy kezdjük is az anagramma fordulót itt a lányokkal. Sok sikert, tessék karácsonyhoz, decemberhez köthető szavakba gondolkodni. Kezdjük el. Hát most van. Január. Nagyon jó. Butaságot mondta, hogy december lesz kapcsolatosan, de közel van hozzá, mondjuk. Úgy nézzük a következőt. Szilveszter. Így van, ezt pihenjük ki most mindannyian, próbáljuk. Nézzük a következőt. Szerda. Nagyon jó. Nagyon jó. Nézzük a következőt. Hát a 2008 az. Évszám. Így van. És akkor nézzük meg az utolsót is. Szerintem ebben volt részünk mostanában. Buli. Nagyon jó. Na hát akkor szerintem most így nem kell nagyon azon elkeserednünk, hogy nem Adi eljön a döntőbe, hiszen mindenféleképpen jó helyre fog kerülni ez az összeg. Adi, én köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát drukkolhatsz a pulival együtt, hogy nagyon sok pénzt gyűjtsetek az alapítvány részére. Addig azonban szeretném, hogyha az új feladványunkkal önök is megismerkednének majd szépen lassan, és bizony megnéznénk azt, hogy ez most mennyi pénzt fog érni. Hát nézzük! Hát azért ez egy gyönyörű szép összeg. Hát meg tízszereztük az eddigi összegeket, 500 000 forint a képernyőn. Fe. Hát ez most engem ledöbbentett, bocsánat itt az ámulatért, csak nem számítottam ilyen magas összegre 500 000 forintra, hiszen eddig 3x50 000 forintot osztottunk ki, most azonban 500 000 forint vár valakire. Egyetlen egy szót várunk azonban most. Ugye előzőleg három szó is volt, ami lehetett gondolkodni, három városnév, de most egyetlen egy szó van, amit szeretnék hallani. Ez egy ötbetűs szó, és úgy kezdődik, hogy fe. 0691 334 333, ez az észbontó telefonszám a mai napon is. És én azt mondom, hogy ha valaki 2007-ben még soha nem játszott velünk, akkor próbálja meg most 2008 tiszteletére, és játszom velünk nagyon sok pénzért. Halló, halló? Halló? Hát pedig én hallottam egy kis halk valami hangocskát is, de hát akkor ezek szerint ő nem érezte úgy, hogy szeretne velem játszani és beszélni. Így viszont valaki más majd lehetőséget kap arra, hogy játszhasson velünk, hiszen a mai ötbetűs szavunkért várunk egy megfejtést. Nekem különben van egy tippem, de viccesen, hogyha ezt most én mondanám el, úgyhogy na mindegy, én úgyse játszom, ugye ezt mindig tudjuk, hogy én még 2000, de mondjuk azért szeretném megkérni a kedves szerkesztőt, hogy lehet majd egyszerűen, hogy én is tippelhetek. Persze én nem nyerek, csak hogy legalább játszhat. Jó, oké, köszönöm. Halló, halló! Halló! Jó napot, kivel játszom? Jó napot, Sanyi vagyok. Sanyi, szia Sanyi, én pedig. Fédra, kérek egy tippet. Fedél. Fedél? Igen. Nagyon jó, na nézzük meg, megnézzük, hogy érez most 500 000 forintot. Kicsit odébb megyek, és akkor nézzük.
Sanyi, ezt a hangot 2008-ban is borzalmas nekem hallani, nem erre a szóra gondoltunk. Sajnos én köszönöm, hogy játszottál velünk, szia! Felírom azt a szót, hogy Fedél, és bizony most már tudjuk, hogy nem erre a szóra gondoltunk. No, de van egy szó, ezt higgyék el nekem, ami 500 ezer forintot, tehát 500 000 forintot érhet. Na de mi lehet ez a szó? Én is tippelhetek? Most szólnak, hogy megengedték nekem. De jó! Igen? Ha véletlenül eltalálnám, akkor megemeljük a nyereményt 600 ezer forintra. Kétlem, hogy eltalálom különben, tehát én nem vagyok ez a nagy... Én nagyon vicces, de én a saját nevemre gondoltam, hogyha F-fel írjuk. Ez igazából onnan jött, hogy az én nevemet soha senki nem írja PHAE-vel, ha így van, mindenki így írja le. De kétlem, hogy erre gondoltunk. Na nézzük meg azért. Nem erre gondoltunk. Na hát én nagyon boldog vagyok, mert vicces is lett. Hát fel is írom azt a szót, hogy Fedra, a saját nevemet F-fel, de nem ez tényleg csak azért, mert tényleg mindenki, a legtöbben így írják le a nevemet, és emiatt. Még tippelhetek? Majd kicsit később, jó? Most nem többen. Megyünk is tovább, mert most én lelettem szúlva, hogy a saját nevemmel játszom. Lejátsszuk szerintem a döntőfordulót, és megnézzük azt, hogy az alapítvány mennyi pénzt fog gyűjteni, hogy tessék drukkolni. Arról ugye már beszéltünk, az alapítványnál dolgoztok mind a ketten, és hogy most az alapítvány részére gyűjtjük ezt a pénzt. Van valami konkrét is, hogy mire gyűjtünk, vagy csak úgy egyszerűen az alapítványnak gyűjtünk? Egyszerűen az alapítványnak. Egyszerűen. Budapesten 7 kórházban és számos vidéki helyen vagyunk, úgyhogy jó helyre kerül jó mindenképpen. Helyre. Na hát akkor most én is nagyon izgulok, kezdjük el a játékot, de ne izgulj, azt szeretném kérni. Jó, kezdjük el, és akkor nézzük. Aztán ugye említettem, hogy most más összegek lesznek a képernyőn, így is van, kezdjük akkor el. Rét. Tér. Rét. Nagyon jó volt. Rengeteg idő van, még mehetünk-e tovább? Persze. Menjünk tovább. Rozs? Nem. Sóval ezt tudtuk csinálni. Sóval, borssal. Nem kiöntjük, hanem... Szór. Nagyon. Nagyon. 5 másodperc, menjünk még tovább. Jó, próbálok én is azért segíteni, csak nagyon gyorsan kell most ezt megfejtenünk. Na nézzük. Télen mi ez? Radiátornál mondjuk. Ettől lesz meleg. Fűtés. Megadjuk, mert az utolsó percben ki lett ez mondva, úgyhogy én gratulálok, örülök, hogy ezt így összehoztuk, és hát tényleg örülök annak, hogy itt voltak és játszottunk, mert a pénz biztos, hogy van egy jó helyre kerül. Na hát, nagyon izgi volt akkor ez az első játék is, izgalmasan sikeredett, hiszen így az alapítványnak gyűjtöttünk, és 2008 első adásában is nagyon-nagyon jó helyre került ez az összeg. Önöknek azonban még nagyon-nagyon sok teendőjük van itt 2008-ban, én azt gondolom, de most itt az észpontóban nincs olyan sok dolguk, legfeljebb annyi, hogy telefonáljanak és játszanak velünk. Hiszen a 0691-334-333-as telefonszámon játszhatnak velünk, és 500 000 forintot nyerhetnek. Hát aki lemaradt volna az előzményekről, én is tippelhettem. Ilyen még soha nem volt, hogy de most ezt így 2008-ban megengedték nekem, és a saját nevem nem jött be. Hallottuk a Fedél és a Fedra szót, mert egyik se volt jó sajnos, de van egy szó, higgyék el nekem, ami 500 000 forintot érhet, hogy melyik ez a szó.